Hadd meséljek először a szíriai helyzetről, hiszen múlt hét elején találkoztam a közel-keleti szalezi tartományfőnökkel Munir Atyával, aki maga is szír származású, egy nagyon életvidám, lendületes, nagyon-nagyon jó szalezi rendtárs. Az ő tartománya egyébként Egyiptomtól kezdve Isztambulig tart, Izraellel, és hát három szíriai rendházzal. Nagyon izgalmas volt, hogy mesélt. Először is azt, hogy a szaléziak és a szalézi munkatársak igyekeztek a nehéz sorsú, főleg fiatalokat megszólítani. 6-700 fiatalnak tartottak több hetes nyári táborokat a szíriai rendházakban. Elmesélt, hogy a legnehezebb a helyzet északon Aleppóban, ahol már nincs víz és nincs villany. Elmondta azt is, hogy ők a szír keresztények otthon akarnak maradni, nagy részük még otthon is van, hiszen tudják azt a közösségi felelősséget, hogyha valaki eljön közülük, akkor a helyi keresztény közösség gyengül és roppan meg. És ugyanakkor azt is, hogy nekik itt vannak a gyökereik, itt vannak a hagyományaik, ők otthon akarnak maradni. Ezzel együtt ez nem biztos, hogy fog működni, hiszen nagyon nehéz, ahogy mondtam, a helyzet. Mi felajánlottuk neki, hogy az ő személyes közvetítésével, amennyiben családoknak, fiataloknak szükség van arra, hogy eljöjjenek, akkor főleg a kazincbarcikai közösség nagyon befogadó, és ott a fiatalok oktatásban, tanításban is részt tudnak venni, tehát hasznosan, aktívan tudják tölteni az időt, amit itt töltenek. Ezt ő nagyon megköszönt, ezt a lehetőséget, és úgy gondolom, hogy amennyiben szükség is élni fog vele. A másik, hogy ugyanebből a meggondolásból több úton is megkerestük a kormányt, hogy amennyiben itt maradt keresztény fiatalokról van szó, akik Magyarországon hosszabb távon gondolkodnak. A kazincbarcikai közösségünk, ahol egy nagy kollégium is van, ahol több elég komoly szalezi jelenlét, gimnázium, szakmunkás, szakközépiskola, sokféle választási lehetőség van. Felajánljuk, hogy szívesen és szeretettel látjuk ezeket a fiatalokat. Úgy gondolom, hogy milyen konkrétan tudunk segíteni, amennyiben erre szükség van, és igyekszünk készen állni arra, hogyha erre megkapjuk a hívószót, megkapjuk a feladatot, akkor a legjobb szalizi szívvel, lélekkel, vidámsággal segítsünk.